kampánynak nagyon nagy jelentősége van a mai magyar közéletben, meg ennek a civil kezdeményezésnek, hiszen ez a magyarságnak megadhatja azt a spirituális, az összetartozásnak az élményét és azt a spirituális energiát, ami a feltámadáshoz vezethet Magyarországon. Az ember kap valamit, amit minden a hétköznapokban nem kapja meg, mert teljesen más életet élnek az emberek hétközben. Hétközben a szívükbe élik meg, itt meg az emberek megpróbálják megélni a minden órában azt, amit éreznek. Szolnokra érkeztünk, családostól, de csak a mai napra, mivel három gyerek van, így egy kicsit húzós megoldani ezt, de Három napból ezt a főnapot választottuk, és nagyon jó érezzük magunkat, hát mindegyiken itt vagyunk. Hát ez osztor, ez meg így csikós ruha. Nézzétek, ez gold, ez páncér. Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye a Kurultáj, amelyet talán éppen ezért is a Jobbik lehetőségeihez mérten támogat. Azért is csináltuk meg most a hazai pályának, Magyarország legnagyobb 2 milliós példányszámú folyóiratának egy külön számát a Kurultájra kifejezetten, hogy megpróbáljuk az emberek figyelmét fölhívni néhány olyan javaslatunkra, amelyeket eddig a kormányzat sem fogadott meg, hiszen inkább csak szimbólumok szintjén történt meg ez a fajta keleti nyitás kormányzati szinten, amit Gyöngyösi Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke vezet a Jobbikban ezt a missziót, mely ugyanakkor kihat minden területre, például az én szakterületemre is, hiszen az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának tagjaként már többször indítványoztam, hogy történelmi filmekre is kellene pénzt fordítani, miközben a Marslakok című nézhetetlen szappanoperára van 2 milliárd forint, mindaközben a közmédiumok 68 milliárd forintját egyetlen egy költségvetési sorral intézik el, nem mondják meg, hogy mire kellene ezt költeni, szerintünk viszont történelmi filmekre, akár akciófilmekre kellene fordítani, például a Pozsonyi csata, vagy akár a Rongyos gárda dicsőséges küzdelmei, olyan pontok a történelmünkben, amely erőt adhat, optimizmust meríthet belőle minden magyar ember. Türkler bütün milletleri çok severler. Bazı milletleri daha çok severler. Bunların başında Macarlar gelir. Macarlar bugün de çok konkret bir şekilde ortaya kondu ki bizim atalarımızın doğduğu topraklardan buraya gelmiş olan insanların torunlarıdır. Tarihi bir gerçek ki köklerimiz birdir. Şimdi burada yediğimiz yemek bile bunun bir ispatı oldu. Öyle yok. Siz Türkiye'nin bir köşesinde aynı yemeği yeseniz aynı lezzeti, aynı tadı alırdınız. Kültür ve tradisyonların ne kadar birbiriyle örtüştüğünü gösteriyor. Biz Macarlara her zaman kendimizi çok yakın hissettik. Dünyanın en önemli Türkoloji araştırmalarının bu ülkede çıkması
yetişmesi tesadüfi değil. İnşallah bu kurultay bütün Turan kavimlerinin ve Türk boylarının Macarlarla birlikte her alanda, sadece kültürel değil, ekonomik, sosyal her alanda ilişkilerini güçlendirecek. Türkiye yönetimi ve Türk halkı her zaman her konuda Macarlarla beraberdir. Bunu Macar halkı onu bilsin. Vannak olyan rendezvények, ahol nem a finnugor elméletet súlykolják belénk, ugye, mert ne felejtsük, hogy még most is van egy olyan rendezvény, ahol finnugor találkozónak nevezik, ezt a kormány egyébként 150 millió forinttal, jól tudom, támogatja is. Ezt a rendezvényt annyira nem támogatták, pedig ezeket a rendezvényeket kellene támogatni, hiszen itt megtalálhatjuk a gyökereinket, megtalálhatjuk a őseinket, és csak olyan nemzetnek van szerintem jövője, amelyik tisztában van a saját múltjával, amelyik hajlandó foglalkozni az értékeivel, hajlandó foglalkozni az őseivel, és amely büszke arra a múltra, ami megadatott neki, és azt hiszem, mi magyarok büszkék lehetünk a múltunkra, és örömmel vettem Vona Gábornak legutóbbi nyilatkozatát, amikor azt szorgalmazta, hogy egy Attila szobrot kellene Budapesten végre felállítani. Lépj olyan útra, mely elvezet hozzám, előttünk áll egy új világ. Lépj olyan útra, mely átvezet hozzám, háborgó folyókon áll. Most Magyarország, mivel a gyökereink is mindig kelet felé mutattak, meg ugye ez benne van az emberekbe is, meg valamilyen szinten a nyugattól kicsit idegen a kultúra, az ős kultúránk szerintem, nekünk kelet felé kéne elmozdulni. Nem a nyugat felé, nem ezt a euroatlantista folyamatot próbálják itt erőltetni, hanem valóban az ősi gyökereink felé, tehát keletre nyit ez a rendezvény is, és hát ugye a Jobbik is azt mondja már kezdetek óta, hogy kelet felé kell fordulnunk, onnan, ahol is a magyarság is származik, hiszen ott találhatóak meg azok a lehetséges kereskedelmi, gazdasági vagy más szövetségi partnerek, akikkel együtt tudunk működni, és ez ilyen és ehhez hasonló is, illetve pontosan ez a rendezvény is ezt tudja bizonyítani. Őszintén szól, értik szavát. Magyarországon ez az atlantizmus, tehát az Európai Unió, illetve NATO felé való görcsös közeledés, illetve megfelelési kényszer, ez még mindig jelen van sajnos, és méltatlanul tényleg el van hanyagolva a keleti rokonnépekkel való kapcsolatunk, illetve minden korábbi kötődésünk, ami úgy gondolom balgaság lenne, hogyha nem használnák ki ezt későbbiekben a magyar külpolitika. Mivel ezekben az országokban, ugye legyen ez Törökország, Azerbajdzsán, Türkmenisztán és a többi, ugye hosszasan sorolhatnánk, itt láthatjuk mennyi zászló van körülöttünk itt a felvonuló tér körül, ugye ezekben mindenhol rokon népként tekintenek ránk, és a régi ősi kultúránk is oda köt minket. Ezzel, tehát minden országnak van egy olyan kultúrája, ami gondoljunk arra, hogy mondjuk az azeriakat, meg a törököket mi összekapcsolja, az a rokonság. Vagy minden országban egy nagy testvér. A bolgárokat, a mai bolgárokat, aki egyébként etnikailag törökök, de őket a szláv testvérség hát összekapcsolja az oroszokkal. Tehát mindenkinek van valaki, aki ezt tud kötődni, úgymond egy nagy testvére vagy kis testvére. Ez nekünk nincsen meg, úgyhogy nekünk ez kell, hogy legyen a mi nagy testvérünk, én úgy gondolom. A szegény legénynek utat mutassatok, mutassatok utat a szegény legénynek, nem találja útját ősi nemzetének.